Bautzen és Bonyhád testvérvárosi kapcsolatának része a rendszeres diákcsere program, melynek keretében a gyerekek bepillantást kaphatnak a másik város mindennapjaiba, kultúrájába. Emellett a magyar gyerekek számára ezek a találkozók jó alkalmat teremtenek a nyelvtudásuk elmélyítésére is. A Petőfi Sándor Általános Iskola 1995-ben vette fel a kapcsolatot a Németváros egy civil szervezetével, akik iskolai üdültetéseket szerveznek, és figyelmüket Magyarországra és ebben Bonyhádra, mint testvérvárosra is fordították. A németek 5 tábort üzemeltetnek és szerveznek csoportokat Európa számos országába, de a fő cél a magyar kapcsolat életben tartása és működtetése. A szerződés létrejöttekor is az volt a cél, hogy a gyerekek lehetőleg tábori körülmények között töltsék napjaikat Németországban, ahol 2 hetes nyelvgyakorlaton vehetnek részt, ami a nemzetiségi nyelvoktatást is szolgálja. Német gyerekekkel együtt vannak táborban, így gyakorolhatják a német nyelvet is, és a Bautzen környéki nevezetességeket nézhetik meg, elutazhatnak Dresdába, megismerhetik Dresda városnak a nevezetességeit, kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, Dino parkba viszik őket, minik golf, fürdési lehetőségek és számtalan programon vehetnek részt a diákjaink, amit ugye a németek kínálnak nekünk. Amíg a magyar gyerekek Bautzennel, a város történetével és környékével ismerkednek, vagy éppen sziklát másznak Szász Svájc hegyeiben, vagy fürdenek Neustadt fürdőjében, addig a német iskolások a Balaton partján, Bonyhádváros Béla telepi táborában itőznek. Szintén magyar lehetőségeket kínálva nekik fürdés a Balatonban, Balaton környéki városok megismerése, hajókázás, vonatozás, kézműves foglalkozások, és itt is, mivel ugye a magyar és a német gyerekek együtt vannak, nagyon fontos a nyelvhasználata, baráti kapcsolatok szövődhetnek, és vannak olyan ismerőseim, akik azóta is levelezési kapcsolatot kiépítve tartják egymással a kapcsolatot. Ezúttal a német civil szervezet vezetői azért érkeztek Bonyhádra, hogy 29. alkalommal is megkössék az együttműködést igazoló szerződést. Alus Ulca, a Béla telepi tábor vezetőjének véleménye szerint a német gyerekek számára is kiemelkedő élményt jelent a táborozás, a találkozás a magyar emberekkel. Niki Lejüchel, a német delegáció tagja arról beszélt, 4 év telt el azóta, hogy utoljára Magyarországra jöttek, és feleleveníthették az ismereteiket a városról, és újraéleszthették a kapcsolatokat az itt élőkkel. A táborozás költségeihez a magyar kormány külföldi táborok szervezése pályázatában biztosít forrást, legutóbb 2 millió forintot nyertek a szervezők, emellett Bonyhádváros személyenként 2000 forinttal járul hozzá a költségek csökkentéséhez.